Hosszas előkészítést és várakozást követően ünnepélyes keretek között nyitották meg január 4-én délután a 2013-as Szent István emlékévet Székesfehérváron. A 2013-as esztendőt Szent István király emlékének szenteli a város, hogy tisztelegjen a 975 éve elhunyt államalapító életműve előtt. Szent István emlékév, Szent István halálának 975. évfordulójára emlékezünk, mint ahogy tették azt elődeink is a 900. évforduló alkalmával 1938-ban. Nagyon sok remélhetőleg színes, szép program várja a fehérváriakat, vagy a Fehérvárra érkezőket 2013-ban, fiatalokat, idősebbeket, komolyabb vagy éppen könnyedebb programok tekintetében is méltó módon kíván ezekre a szép évfordulókra emlékezni Székesfehérvár városa. Büszkén szoktuk mondani mi fehérváriak, hogy Székesfehérvár a magyar nemzet történelmi fővárosa, Szent István városa, egyik olyan kultikus történelmi központja, ami a mai emberét természetesen egyfajta pozitív önbizalommal tölti el, de mellett egy felelősséget is rón ránk, mégpedig annak a felelősségét, hogy erre a történelemre emlékeznünk, feladatunk, felelősségünk és kötelezettségünk is, ebbe tartozik be ez az emlékév is. Emellett pedig az a jelentősége, hogy főként a fiatalok vonatkozásában erősítsük a Fehérvár tudatot, erősítsük azt a büszkeségérzetet, hogy mit jelent Szent István városában, a magyar nemzet történelmi fővárosában élni, lakni. Székesfehérvár legfőbb szándéka volt, hogy méltó módon ünnepélyes keretek között nyissa meg az emlékévet. A Városházán rendezett díszközgyűlés délután vette kezdetét. Az eseményeket a Városház téren elhelyezett letfalon kísérhették figyelemmel a polgárok. A program a Fehérvár Fanfár zeneművel kezdődött a Herman László Zeneiskola növendékeinek előadásában. Gregorián dalokat adott elő a város több énekkarának tagjaiból álló fehérvári összkar. Kubik Anna Kossuth díjas színművésznő tolmácsolásában hangzott el Gyurkovics Tibor Nemzet című verse. Szeretni kell a nemzetet. A Trianonban elveszett hegyéken az éleket. A boldogtalan volt, a felnéjázott, bújdokolt, ahogy felnőtt között a bolt, a köhögött, a ördögöt sandított a háta mögött, a kedve egyedig szökött. És akkor is, ha megszökött, sorsa elől a menekült, lezárult határok között. A véres a szemén a folt, a gyarló és a bamba volt. Az Alba Regina Trió ünnepi műsorára került sor ezt követően. A 2013-as Emlékbizottság elnöke Csurgai Horváth József mondott köszöntőt, melyben Szent István örökségére és az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Nekünk fehérváriaknak a múlt ismeretre különös kötelességünk. A város történetének egy terem falaira nyitott eseményei, fordulópontjai évszázadokon keresztül a magyar történelem, a köztörténet egy-egy fontos, felemelő vagy gyászos eseményei, történései mutatják, de egyúttal mutatják a civitas kiemelkedő szerepét is. Ezértben 975 éve, hogy az első keresztény magyar királyteste megjelent, nekünk az államalapítóra és a városépítőre emlékezni feladatunk. A díszközgyűlésen elhangzott beszédében Székesfehérvár polgármestere az emlékév programjain való részvételre buzdította a lakosságot, köszönetet mondott a magánszemélyeknek, óvodáknak és iskoláknak, a civil szervezeteknek, a nyugdíjas kluboknak, valamint az önkénteseknek, hogy programjaikkal, javaslataikkal, illetve munkájukkal csatlakoztak az emlékévhez. Hiszem, hogy bíznunk kell a közösségben rejlő erőben, a keresztény értékekben, a törvényekkel szabályozott Magyarország biztonságában. Az eseményen beszédet mondott a Magyar Országgyűlés elnöke Kövér László is.
2013-as esztendőt Szent István emlékévé nyilvánította Székesfehérvár. Országosan milyen üzenete van ennek az ünnepnek, ennek az ünnepi emlékévnek? Ennek az ünnepi emlékévnek a jelentősége az pontosan akkora, vagy talán egy kicsit még nagyobb is, mint Székesfehérvár jelentősége az országon belül. Nem csak egy történelmi városról van szó, nem csak arról van szó, hogy tulajdonképpen a magyar állam, ha szigorúan veszük, akkor innen indult, innen fejlődött ki, hanem arról is, hogy Székesfehérvár ma is Magyarország egyik legfontosabb gazdasági centruma, egy legfontosabb kulturális centruma. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy Magyarország más hasonló nagyságú városai lennének hasonlóan fontosak, csak mégis van egy történet adta specialitása, különössége ennek a városnak, amire méltá lehet büszke, és mi meg méltá lehetünk büszkék mindarra, ami Székesfehérváron az elmúlt ezer esztendőben történt. Jelképezheti ezt a megújulást, vagy a megújulásra való törekvést, illetve nemzeti összetartozást is? Én azt gondolom, hogy minden ünnep az arról szól, hogy a közösség valamilyen dátumot, valamilyen alkalmat, valamilyen múltbeli eseményt fontosnak tart arra, hogy átadja az utókornak, a gyerekeinek, unokáinak, megőrizze sok századon keresztül, mert ezek az alkalmak, ezek az ünnepek teszik a közösséget közösséggé. Tehát ebben az értelemben ennek a jelentősége az nehezen megbecsülhető, mert ha ezek nem lennének, akkor gyakorlatilag nem lenne történelmi emlékezet sem, akkor nem tudnánk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és hogyha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, ez régi közhely, akkor tulajdonképpen a mát sem értjük, és természetesen a jövőben sem találunk utat. Az emlékév nyitó rendezvényen ezután szabadtéren a Romkertnél folytatódott, ahol Kalmár Eszter Kata, a Kossuth Lajos általános iskola 8. osztályos tanulója idézett az 1938-as törvényekből. 1938. évi 33. törvénycikk. Szent István király dicső emlékének megörökítéséről. Mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet első királyónak. A szennek, az államalkotónak, az uralkodónak és a hadvezérnek máig ható dicsőséges tetteiről és maradandó történelmi alkotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök időre hirdetik az ő csodálatos emberi nagyságát, kimagasló uralkodói erényeit és mélységes államférfiú bölcsességét. Új szellemi és társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és óvta az ősi értékeket. A krisztusi hit elterjesztésével, a keresztény elkörcsök meghonosításával megnyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati művelődés kapuit, s államépítő munkájával megvetette a magyar nemzet életének és fejlődésének szilárd alapjait. Azzal, hogy az egyházat hazánkban más államok egyházfőitől függetlenül szervezte meg, biztosította az ország sajátos szellemi és erkölcsi fejlődését, míg azzal, hogy a magyarság belső erőit céltudatosan összefogta, megteremtette a nemzeti függetlenség hatalmi és erkölcsi előfeltételeit. A királyi tanács, a királyi vármegye, a királyi törvénynapok, a királyi udvar felállításával megalkotta a nemzet mai alkotmányos törvényhozási, kormányzati, bírói és közigazgatási berendezkedésének első kereteit. Majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnök helyettesének köszöntője hangzott el. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság feladata, hogy múltunk értékeit tudatosítsa társadalmunkban, mert ez ad jövőt építő
erkölcsi tartást és nemzettudatot. Múltunk legnagyobb értékének valhatjuk Szent István tettét. Azt a Szent Istvánt, aki az akkor 100 éves magyar államot európai keresztény királysággá emelte. Büszkeség nélkül mondhatjuk, birodalommá tette, mert ez a királyság egyedüliként tudott független maradni a kor két szuperhatalma, a Német-Római Császárság és a Bizánci Császárság között. Ma már ezt a Szent Istváni Birodalmat nem tudtuk megtartani, de kereszténységünket azt igen. Majd Kövér László ünnepi beszéddel köszöntötte a 2013-as emlékévet. Ezen a helyen különös értelmet nyer. Azon helyek egyikén állunk, ahol közös történelmünk legfontosabb története az államalapítás kezdődött. Egy évezredet jöttünk ünnepelni. Ezer esztendőt, amelyet a magyar nemzet és vele ez a királyi város, Alba Régia, Székesfehérvár beállt. A Szent Királynak jutott az osztály részül, hogy ebből a földdarabból az egész nemzet számára hazát rendezzen be, amelyben mindenki megtalálhatja, felépítheti a maga otthonát. Ezt követően a Romkert egykori Pipó tornyánál felavatták a nemzeti emlékhelyet jelző oszlopot és zászlót. A nemzeti lobogót Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke adta át Székesfehérvárnak. Az emlékév köszöntését követően Kövér László házelnök, dr. Cserpalkovics András polgármester, Varga Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő, El Simon László államtitkár, Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Spányi Antal megyés püspök, valamint Csurgai Horváth József, a 2013-as emlékbizottság elnöke Szent István sírjához vonultak, ahol mécsest helyeztek el. Látványos és kiemelkedő programelemként 400 fáklyát tartó fiatal szavalta el Szent István király Imre herceghez intézett intelmeinek részletét az irgalmasságról, az alázatról. A programon megnyitották a 2013-as Szent István emlékév vendégkönyvét is, melybe Kövér László házelnök és dr. Cserpalkovics András polgármester tették meg az első bejegyzéseket. A vendégkönyv végig kíséri az emlékév rendezvényeit, és a nyilvános eseményeken elérhető lesz a lakosság számára is. Örvenj magyar, hon jó atya, fiat dicséretét alud, zengjen dicsi neked szava, ahhoz ki mindig part fogott. Ő néked igaz fényt hozott, itt fényét adta át neked, hozzá törvényt is alkotott, üdvösség útján vezetett.
Őt Géza élte a konyán, István mártír nevezte el, az égi küldetés nyomán, Istvánnak anyja méhiben.